Sziasztok, szeretettel köszöntelek megint benneteket. Kacsát fogok sütni, konkrétan combot is mellett. Tegyük is meg az első lépést. Veszem a tepsit. Én egy egész kacsát vettem tegnap, aminek már kiolvasztottam a zsíradékját a tegnap. Már tepertőt meg is ettük. Lefejtettem róla az összes olyan felesleges plusz hájat, és én azt kisütöttem. Ez lett a zsírja. Ugyanis sokkal gazdaságosabb, ha egy családnak főztök, ha egész kacsát vásároltok, mint hogyha kettő darab combot, vagy kettő mellett külön-külön, mert majdnem, hogy fele árba jön ki. A szétszedése pedig nagyon egyszerű, ugyanúgy kell, mint a csirkét. Arról van videóm, majd megnézhetitek, nagyon egyszerű a szétszedése. Beletettem a zsíradékot, teszek alá kettő fej hagymát, hát ilyen nagyobb cikkekbe, csak így szétszórva. Ez most nekem kettő comb, és kettő melle, tehát egy egész mell, akkor úgy mondom. Ez jó ízt fog neki adni. Nem bonyolítjuk túl a fűszerezését sem, már csak azért sem, mert a kacsának önmagában is jó íze van. Nyilván lehet ezt bővíteni mással is. Aztán fokhagymát fogok még beletenni, hát olyan hat nagyobb gerezdet. Okés. És akkor hát nyilvánvalóan ki kell tokozni a kacsát, azt azért jól át kell nézni. A fűszerezése nagyon egyszerű lesz, bőven teszünk rá sót, a kacsa az bírja a sót rendesen. Azért nem írdalom ezt most be, ezt a combot, mert ez pecsenye a kacsa comb, és tulajdonképpen nem annyira vastag ez a bőr, úgyhogy emiatt nem fogom beírdalni a combot magát. Jó, jó, alaposan bedörzsölöm. Viszont a mellén egy nagyon kicsit vastagabb a bőr, ezt egy kicsit beírdalom. De csak a bőrt, nem vágom át a húsig. Csak a bőrt. És nézzétek, még mindig van rajta egy kis szőrike, pedig én ezt olyan sokáig takarítottam, ha tudnátok. Jó. Csak így beírdalom a másikat is. Oké, és ezt ugyanúgy besózom. Mind a két oldalról. És borsot is fogunk rátenni. A só is elég lenne már önmagában, mert a kacsa az nagyon jó ízű. Tudom, hogy vannak, akik bővebben fűszerezik, tehát a sót ne sajnáljátok. De én úgy gondolom, hogy már még ez a bors is talán egy kicsit bőséges, hogyha még ez is van rajta. Mert tényleg igazából nagyon jó íze van. Én nem igazán szoktam mellé tenni ilyet, hogy alma, vagy ilyesmi, mert az édes ízek nekem nem annyira a műfajom, de aki szereti az olyasmit, az egészen nyugodtan almát, vagy körtét, bírsalmát is, bármit. Szilvát. Szezonjában, amikor vagyunk, akár szilvát is tehettek mellé. Vagy ami eszetekbe jut. Erre is teszek borsot. Jó. És most nálunk az a dolog állt elő, hogy nem mindenki szereti nálunk a kacsát, ezért csirkecombot is fogok mellé tenni. Tudjátok, a családi dolgok azok ilyenek, de most így csak erre fókuszáljatok, mert azt nem is mutatom a fűszerezését semmi. Pillanat kezet mosok, és akkor teszem is a tepsibe ezeket a húsikákat, amit most együtt fogok csirkecombokkal megsütni, majd hogyha esetleg időbeli különbség lesz a kettő között, majd én ezt megnézegettem, és akkor kiveszem. Itt a csirkecombom, amit én csak úgy befűszereztem sóval, borssal, meg fokhagymagranulátum is van rajta ezen. Jó. Hát nem fogok itt külön variálni vele. Tudjátok, az igénynek megfelelően csinálunk mindig mindent. Családban ilyesmi előfordul. Mindenkinek legyen meg a kedve, és akkor a drága gyermekem az óhajtotta, hogy egy édes burgonyát dobjak már be mellé, mert ő neki ez lesz a köret, egyik része. Magunknak meg fogok csinálni krumplipürét, mindenkinek legyen meg az akarata. Ez meg fog itt sülni együtt. Aki még nem evett édes burgonyát, nagyon hasonlít a sütőtök ízéhez, az édességében.
de így nem fog beleavatkozni nekünk a dolgokba, az ízekbe itt különösebben, ez csak egy plusz köret rész lesz. Pergetek rá egy kis sót, ezekre a burgonyákra is, hogy azért legyen valamiféle íze. Ennyi. Egyetlen egy deci vizet fogok alá önteni, bár a csirkecomból is fog jönni ki egy kis folyadék, de ha ti csak kacsát sütöttök, akkor azért javaslom, hogy egy deci vizet tegyetek alá, mert az annyira sok folyadékot nem fog kiengedni magából, és a párolódásnál ez fog segíteni, majd utána elpárolódik belőle, hogyha levesszük róla a fóliát, mert hogy ezt le fogom fóliázni, vagy akinek van kacsatája, aminek teteje van, akkor használjátok azt, jó? És 180 fokra alsó-felső sütésre fogom betenni. Szerintem egy olyan másfél óra hosszáig hozzá se nyúlok, meg se nézem, mert felesleges. Akkor majd megnézzük együtt, jó? És azért csak 180 fokon készítjük, hogy tényleg omlós és puha tudjon lenni ez a hús. És akkor párolt káposztát, lila káposztát fogok hozzá készíteni. Hát van rá időm, amíg a kacsa elkészül, de szépen lassan hozzáfogok. Felvágom a káposztát, lehet késsel is nyilvánvaló, teljesen mindegy, amivel szeretnétek. Teszek rá egy lapos evőkanálsót, de inkább másféllel. Összeforgatom, és egy kicsit hadd álljon. Mivel eddig is kacsa zsírral dolgoztunk, ugyanazzal folytatom, teszek egy keveset ide. Jó, és teszünk bele cukrot, hogy karamellizálódjon. Hát én olyan 3 evőkanállal fogok tenni. Ez lehet kevesebb is, ha ti úgy gondoljátok. Én szeretem a határozott halsány ízeket, mert ezt majd ecettel úgyis vissza fogjuk húzni. Ez itt hadd dolgozzon magának, ehhez most nem nyúlok, hanem közben felvágok egy fejhagymát fél karikára. Egyébként nem kötelező bele hagymát tenni, különösebben nem érződik ki az íze. De ha van nekem itthon, akkor szoktam alá tenni, de akkor sincs baj, ha nem tesztek, jó? És amikor már kezd a cukor halvány barna lenni, mert ugye nem égetjük meg, akkor ezt rá is dobom. És akkor beletesszük a hagymát, és akkor tehetjük is bele, szépen a káposztát csavarom. És már engedett egy kis levet, de ha nem sózzátok így előre, úgy is jó, ha egy az egybe beleteszitek, semmi baja nem lesz. Így kevesebb helyet foglal például. Jó, és akkor teszek rá fűszereket, borsot. A mokkás kanalam hegyeire vettem, ennyi bors. Köménymag, ez nekem most őrült, de ezt egy egész mokkás kanállal teszek. Még azt lehet, hogy kell pótolni, de ez egész köménymag is lehet, hogyha azt akartok. Az teljesen mindegy. Sózni most egyelőre nem fogunk, mert majd meg fogom kóstolni, amikor már úgy áll. És a legvégén majd teszünk rá egy kis ecetet. Azért nem most, mert lassítaná a folyamatot, a puhulását. Azért tesszük csak a legvégén. És lefedem. Majd többszörösen belekavargatunk. És akkor másfél óra eltelt. Biztos, hogy nem jó még. Megnézzük azért, hogy mi a helyzet. Na látjátok? Ennek még legalább másfél óra hossza kell, mert csak 180 fokon sütjük, hogy kellemes puha legyen. Úgyhogy visszafedem. Úgy látom, hogy lé az van alatta, minden oké, és visszateszem és felteszem 200 fokra. Közben feltettem már a krumplit is, hogy túl legyünk minél hamarabb a főzésen. Ha már úgyis itt vagyok a konyhába, és akkor azt nem mondtam nektek, de ezt közepes hőmérsékleten érdemes csinálni, és azért amikor belekavartok, és esetleg azt veszitek észre, hogy teljesen nincsen alatta lé, akkor egy nagyon picike vízzel lehet pótolni, nehogy leégjen, jó? Közben én megkóstoltam, már nem sokára készen van, keveslem bele azt a cukrot, amit beletettem, úgyhogy egy evőkanállal
meg szerintem még egyel is, biztos, hogy teszek ebbe a másfél kilónyi káposztába, mert akkor fogom tudni igazán visszahúzni az ízét. Nekem ez így szokott ízleni, azért mutatom így, hogy legyen egy kis édessége, mert most teljesen nem tudom, gyerekek, ez a cukors az igazi mám, vagy mi van. Az a lényeg, hogy akkor fogom tudni egy kis ecettel úgy bekompenzálni, hogy nekem akkor fog kellemes íze lenni, majd mutatom. Egyébként a körettel kapcsolatban azt még nem mondtam nektek, hogy körülbelül egy adag húsihoz, tehát egy felnőtt adagba úgy számolunk, mert ez félköret lesz ez is, meg az is. Nyilván abból csináltok többet, amelyiket jobban szeretitek, de hogyha egyenes arányba akarjátok, akkor körülbelül 20 dekányit kell nyersen számolni egy főre a káposztából, mert az úgyis összébesik, és akkor ugyanúgy 15-20 dekát a krumpliból, és akkor így fog összeállni egy felnőtt adagra való köret. Ugye annyira nem pécázzuk ki, de 15-20 dekányi krumplit azért illik számolni, megpucolt állapotba, egy felnőtt húsadaghoz, tehát így tudtok kalkulálni. Na most van az, hogy megkóstolom ezt a káposztát, mert ez már nem sokára készen van, ez olyan 30-40 perc maximum, nem kell ezt szanaszét főzni. Na most már van egy kis édessége, tulajdonképpen én ezt el is zárom. Egy kis fűszerezést adok neki, és ez kész van, úgy érzem. Van egy nagyon pici roppanás, az úgy jó. Köménymagot teszek egy kis mokkáskanállal. Jó, a hegyére vettem, de púposan, tehát egy mokkáskanálnyit tettem. És az ecetből 10%-os ecettel dolgozok. És csak óvatosan, hát mondjuk a felényit teszem rá. Tudjátok, ez a színelőhívó. És megkóstolom, hogy mi a helyzet. Biztos fog még bele kelleni, de inkább csak óvatosan szeretem ezt csinálni, hogy biztos, hogy ne roncsuk el. Na nézzük. Én ebben nem tennék több ecetet, mert szerintem így kellemes. Azért erre ti is kóstoljatok rá, hogy nektek hogy ízlik, oké? És tulajdonképpen ez készen van, le van zárva, le is húzom a tűzről, szépen visszafedem, hogy melegen maradjon, míg elkészül a kacsánk. És tejfölös krumplipürét készítek ehhez az ételhez, nem véletlenül. Azért, mert édeskés hozzá az a káposzta, édeskésre csináltuk, és ehhez kifejezetten illik szerintem egy kicsit savanykásabb. Nem lesz ez savanyú, csak nem lesz az a szimpla. Ide nem kell tej, tejföl kell, és vaj. Hát ez egy olyan másfél kiló krumpli lehet, és akkor legalább 10 deka vagy 12 deka vajra van szükség. Még forró melegen teszem rá, meg fog olvadni törés közben, és akkor közben majd nézem az állagát, hogy mennyire tetszik, vagy nem tetszik, és ha kell, még teszek hozzá vagy egyiket, vagy másikat, ezt megtöröm. Még csak nem lesz olyan krémes, ahogy nekem megfelel az állag. Amikor még ilyen húzósnak érzitek, hogy kicsit fárad a kezetek, ahogy töritek, akkor abban még kell egy nagyon kicsi vaj, meg még egy nagyon kicsi tejföl. Ti is kóstoljátok meg, mert például nekem sóhiánya van, és ilyenkor érződik, ilyenkor már nem vaj, nem tejföl, sóhíja van, hogyha nem jönnek ki az ízek. Finoman, inkább kétszerre tegyetek, jó, csak óvatosan. És akkor most már csak kavarok. Közben látjátok az állagot is, teljesen kellemes. Jó. Ilyenkor már, ha még hígítani akartok, akkor esetleg egy picit tejet lehet, de ennyi. Na, ismét eltelt másfél óra hossza, megnézzük, hogy hogy nézünk ki, jó? Na most már lazák vagyunk, mert minden készen van hozzá, is melegben van. Na, megszúrom, jó? Már egész jó puha. A csirkecomb is tartja a lépést. Most jön az a lépés, hogy megfordítom ezeket a husikákat. A csirkét nem, csak a kacsát. Ha nagyobb meleg, akkor használjatok szerszámot hozzá. Jó? Hadd puhuljon be a bőrrész is. És akkor legalább egy óra hosszára megint visszateszem. Ugyanerre a hőfokra. Letelt az egy óra, maximális hőmérsékletre állítom, ami nekem 240 fok, és akkor, ha megkóstoltátok, ti is egy nagyon kis picit törjetek le belőle, mert már így nem nyers. Ha gondoljátok, borsozhatjátok is még pluszban, ilyenkor még, meg a sót azt én is tettem rá, egy nagyon picit én is öntöttem le a levéből,
Hát nekem azért is volt több, mert a csirkecom az annyi levet enged, hogy az csúcs. Nyilván, hogy a kacsacom nem fog ennyit, de ha zavart titeket, akkor egy kicsit öntsetek le belőle, és akkor most már pirítani fogjuk. 10 percet töltött így benn, és akkor szépen most már visszafordítom, már nagyon-nagyon puha ez a bőr, most már csak pirulnia kell ezen az oldalon is. Csak óvatosan nyúljatok hozzá, oké? Itt is megpuhult minden. Mehet vissza, szerintem 5-10 perc és készen vagyunk, és tálalunk. Készen vagyunk, egy olyan 15-18 percet igényelt, hogy visszafordítva a szint megkapja, és egyszerre készült el a csirkecombbal is, azért ezt mellékesen megemlíteném, hogyha esetleg így jártok ti is, akkor nem problémás, és tálaljunk ki belőle egy keveset a krumpliból is, csak így hanyag módon, még jó meleg a krumpli. Szedek egy kicsit ebből a káposztából, elmondanám nektek, hogy felülbíráltak. Apa édesebb szájú, mint én vagyok, és azt mondta, hogy anyja, ebbe tegyél már még egy kis cukrot, úgyhogy még egy evőkanállal tettem. Úgyhogy nektek is nagyon javaslom, amit mondtam, hogy kóstoljátok meg, mert ízlés szerint kinek milyen az édes szája, és hát ebbe is nyugodtan főzés közben lehet beletenni almát, körtét, birsalmát, vagy ami eszetekbe jut, bármit, de azt nem az elején kell tenni, hanem amikor már félig készen van, akkor tegyétek hozzá, hogy egy kis roppanása maradjon, tehát lehet ezt is gazdagítani, és hát tálaljunk ki rá egy kis combikát, ami egyébként nagyon jó puha lett, tényleg, így mutatnám, hogy ilyen omlós. Jó, ezt muszáj bekapjam, gyerekek, ez nem úgy van. Hát vártam rá ennyi időt. Úra jó. Nagyon finom. Na, visszaállítjuk az eredetibe. És akkor teszünk már még ide egy kicsit a hagymából is, mert tudom, hogy vannak, akik szeretik a hagymát. Meg egy kis fokhagymát is. Na, ízlés szerint. És akkor az én gyermekem az meg édes burgonyában fog enni, úgyhogy abból is tegyünk már kóstolónak ide egy kicsit. Már ha ilyen is volt benne. Egyébként hagymás tört burgonyával is hagyományos módon is nagyon finom. El lehet készíteni, akár káposzta nélkül is. Viszont abban az esetben nagyon javasolnám, hogy valami édeset, ami tartalmaz valami fahéjat, ilyen például a barackbefőt, ilyen a szilvabefőt, vagy esetleg a birsalma kompót, amit javasolnék mellé enni. Mindenkinek nagyon jó étvágyat kívánok, aki elkészíti. Puszilok most is mindenkit nagy-nagy szeretettel. Sziasztok!